Ahhoz, hogy Ukrajnában ismét minden katona megkaphassa a 30 ezer hrivnya bérpótlékot, jelentős adóemelésre lenne szükség. Jelentette ki Szerhé Márcsenkó pénzügyminiszter a Forbes Business Breakfast-nek adott interjújában. A tárcavezető rámutatott, hogy ehhez a költségvetési törvény módosítására lenne szükség. A kérdés megoldásának az ára 170 milliárd hrivnya, amihez elkerülhetetlen az adóemelés, többek között az áfát 4 kal a katonai illetéket a háromszorosára kellene emelni. Csak akkor tudjuk ezt finanszírozni, tette hozzá Márcsenkó. Az ukrajnai háború kitörését követően havi 30 ezer hrivnya pótlékot kaptak azok a katonák is, akik nem vettek részt a harcokban. 2023. február 1 azonban ezt eltörölték. Április 10-én a parlament viszont megszavazta a 30 ezer hrivnya összegű pótlék visszaállítását a katonáknak, a rendőröknek és a polgári Védelmi Szolgálat munkatársainak. Utóbb azonban úgy döntöttek, hogy nem nyújtják be a jogszabályt az államfőnek aláírásra, hanem munkacsoportot hoznak létre a kérdés megoldására.